tervezel elbukni a vizsgán? Nem, atyám. Nyomorúságos a vibrátód. A kezedet! Felfogod, mennyit fektettem beléd? Azt az öltönyt, azt a hegedűt, azt az időt, amit elpazarlok egy ilyen silánnyal, mint te! Így akarod nekem visszafizetni? Elmész a vizsgára, hogy szégyent hozz magadra? Szégyent hozz rám? Nem, apám, nem okozok csalódást. Mit nem kettőzünk meg egy hatos hangsorban? Basszus. Milyen hármas hangzatot nevezünk kishármasnak? Moll akkord. Dé, fisz és... Gustav, egy csomag érkezett. Nem tévesztettek el valamit? Ó, nem. Dehogy is. Végre megérkezett. Kérlek, mondd azt, hogy nem ez az a revolver. De az. De eldöntöttük, hogy nem vesszük meg. Igen, de meggondoltam magam, és egy másik döntést hoztam meg. De még vissza tudjuk küldeni. Már meghoztam a döntést. Ahogy óhajtod, drágám. Dicső fegyver. Ez egy Smith Wesson, 44-es kaliberű. Sokkal jobb, mint a munkatársam, Ben Coltja. Igen. Most már sokkal jobban érzem magam. Dobd ki. Miért nem a komornyik csinálja ezt? D, fisz és A. Milyen hangnemben lesznek ezek a hangok a dominánsak? G-dur. És G-mol. Sebastian! Megint jajgat? Vagy tévedek? Nem, anyám. Én nem. Rendben. Apád majdnem végzett a szobád ellenőrzésével. Remélem ezúttal nem rejtegetsz ott semmit. A szobája sikeresen ellenőrizve van. Köszönöm, Ruth. Sebastian. Ön tényleg úgy gondolja, hogy a maga szemetének kihordása az én munkaköröm? Én nem hiszem így. Márpedig ön mondta. Jó éjszakát. Május 26-a, holnap lesz a vizsga, és nem aggódom miatta. Könnyű lesz átmér rajta, és könnyű lesz a legjobbak közé tartozni. Talán én leszek a legjobb. Kivéve, a kezem cserben hagy. Az én drága atyám sokkal nagyobb ívvel ütött a vonalzóval a csuklómra. Emlékszem Lídiának, hogy sikerült a vizsga. Teljes sikerrel harmadik helyen végzett. Talán ha első helyen végzek, akkor atyám nem fog úgy bánni velem, mint egy csecsemővel. A rejtek helyen biztonságban van. Apám nem találta meg az első részét, már 2 hónapja. Soha nem fogja megtalálni a másodikat, vagy a harmadik szintet. Nem sokára kész a bank is. Nagyon különleges formája van a tetejének, és úgy néz ki, mint egy izzó foglalata. De a mi házunkban nem tud szerezni egy kiégett izzót sem. Road mindig kicseréli. És ha bármi történik, semmi sem kerülheti el a figyelmét. Szóval valahol útközben fogom megtalálni. És nagyon jó lenne találni néhány game kapcsot. És egy darab műanyagot a folyóhoz. De jó lenne egy kicsit tovább sétálni, mondjuk egy parkba. Soha nem voltam ott. Nem tudom, hogy fogom befejezni azt a részét a modellnek. De apám nem enged el oda. Ott hitvány emberek élnek. Érdekes, kedves apám. Te tiszteletre méltó voltál? És méltósággal tűrted, hogy apád vert a vonalzóval? Mi van, ha az ágyhoz kötözve ott állnak előtted, nem egy vonalzóval,
hanem egy baseball ütővel a kezükben. Akkor is nyugodt lennél? Vagy eluralkodna rajtad a félelem? Szeretném látni, ahogy a képmutató arcod feszül a koponyádon. Rout! Igyekezz! Az utolsó dolog, amit akarok, hogy a tehetségtelen fiam elkéssen a vizsgáról. Őszintén szóval nem is vagyok annyira éhes. Eszedbe ne jusson! Edd meg az utolsó morzsáig! Zabkása, Sebastian uram! Uram, ma reggel kitakarítottam a fürdőszobát. Úgy döntöttem, a szokásosnál korábban cserélem ki a törölközőket, és ezt találtam mögöttük. Azt mondtam, hogy szabadulj meg ettől a doboztól. Igen, de már későre járt, és nem akartam kimenni sötétedés után, és úgy döntöttem, hogy majd reggel dobom ki. Rout, a kukába vele. Szóval, így akarsz a helyemre tenni? Jött, ment. 11 órakor kezdődik a vizsgád. Igen, Lydia. Miért érdekel ez téged? Én is jövök megnézni. Fáj a kezem, Rout, mérges. Lydia is jön. Lám. Csak mi van itt? Egy eltört villanykörte? Micsoda fenék? Olyan, mint egy bank teteje, nem gondolom? Add vissza! Ez a tiéd? Hát... Ne, tessék! Nekem az úgysem kell. Mi van, bevizeltél? Nem én voltam. Igen, tudom, én locsoltam itt. Hé, az én nevem... A legkevésbé sem érdekel. Ó, látom, hegedűd van. Biztos jó hallásod. A hallásom tökéletes. Miért kell neked a villanysegge? Miért nyaggatsz engem? Nyaggatlak. Követsz engem? Én nem követlek. Csak ugyanarra a helyre mész, ahova én. Én a felvételi vizsgára megyek a konzervatóriumba éppen. Úgy szintén. Te? De hát... Igen. Nem úgy nézel ki, mint egy zenész. Miért hagyod, hogy a zenészek szabják meg a kinézetedet? Cse? Na gyerünk, nehogy elkéssünk. Lássuk. Ó, Gustav fia itt van. És Lydia is megtisztel a jelenlétével. Vigyázok rá. Rendben. Mindenki itt van, kivéve... Bocsánat, odaragadtam a kényelmes WC-hez. Azt hiszem, valami rosszat tettem. Foglaljon helyet. Odaülhetek? Nem. Természetesen. Nem már! Teljesen egyetértek. Hogy engedték be ezt a csavargot? Bocsánat. Nem leszel tehetséges a tehetségek körében. Excusez-moi. Üdv újra, idegen. Hogy? Te ismered? Nem. De! A közeli sikátornál találkoztunk. Épp úgy osztam, és... Fogd be a szád! Sebastian, mint egy zenész örököse, szeretné elsőként kezdeni a vizsgát? Örömmel. Gratulálok, Schwagenwagen. Sikeres lett a felvételid. Szeretném tudni, hogy jól sikerült-e a vizsgám. A legjobbak között vagyok? Nem lehet tudni még. De te mentél át először. Értem. De meg kell, hogy mondjam. Az elmúlt 20 évben először láttam egy tehetséges diákot. Köszönöm. Várd meg a vizsga eredményeit. A legjobb tanulók listája a felvételi vizsga szerint... Második lettél. Ki előzött meg? Ki az a hán... Bocsánat, elnézést, száragudj! Hihú! Első helyezett! Átmentem! Az a vakacs lekörözött? Csak nem mondd el apának. Ugyan miért falazzak neked?
Ne aggódj, kicsim. Jövőre biztos átmész. Látod, milyen feldúlt? Lehet, neki sem sikerült. Szevasz! Most azonnal tűnj el a szemem elől! Ó, úgy érted, basszam meg. Bazd meg! Sekvej! Sekvej! Jobban vagy? Nem! Hogy sikerült neked első helyre kerülni? Nos, ők kérdeztek, én pedig válaszoltam. Nem volt nagy nehézség. Csá! Például az volt, hogy játszom el szextakkord akkordját, és én... Da-da-da-da! Ta-ta-ta-ta-ra! Mi? Mi ez a hülyeség? Nos, a dura hangnemben a dupla bővített kvartban az 5.-6. húr ugyanaz, mint amikor a dupla domináns elme vezeti a 6.-5. húrt. Lecsökkenti a 3.-at, akár csak te az önbizalmadat. És egy bővített 4.-3. akkord ugyanaz, ó, az még nem szárad fel. Mint a dupla domináns 4.-3. akkord egy csökkentett 5.-kel, ugye? Így van, most örülsz. Hogy én? Nagyon örülök neki. Egy esély a sok közül. Hogy érted, hogy egy a sok közül? Most tudod, volt egy feltétel a büzsémmel kapcsolatban. Vagy elérem az első helyet és bekerülök, vagy nem. Hogy? Miért? Nos, nem tanultam zeneiskolában. Nincs sok pénzünk, de a konzervatórium költségvetést ajánlott az első helyre. A szüleid biztos büszkék lesznek rád. Nagy francokat, a mutarom ellenezte. Azt akarta, hogy keressek gyorsan egy munkát valamelyik gyárban. Figyelj, az ismerkedésünk nem volt a legjobb. De talán orvosolhatjuk a zene segítségével. Tessék! Már 6 éves korom óta játszom Bachot. Hallgathatod egész életedben Bachot, de mind haszontalan. Meg kell tanulnod hallgatni rá. Van hegedű, cselló és oktobasszus. A pillanat, amikor az egyikük összeérinti a húrokat, a másik pedig... Tudom. Nem csak Bach van a felvételen. Egy babam! Eldobja az agyad. Oké, mennem kell. Ha nem akarsz többet látni, kíván az, hogy üssön el egy kocsi. Hey, meggondoltam, ne kívánj ilyet. Ki tudja, mi jár a fejedben. Nos, hogy ment a vizsga? Drága fiam. Sikeresen. Az egyik legjobb vagyok. Mi ez? Bach? Zenekar oktobasszussal? Fel tudod-e fogni egyáltalán, hogy mennyit kell még fejlődnie a zenei képességeidnek ahhoz, hogy erre a szintre érj? Hallgathatod Bachot amennyiszer csak szeretnéd, de ha nem játszod el rendesen... Az egyik legjobb lettem, apám. Csak a második helyen! De Lídia csak 3. volt. Milyen silány. Nem erészelj hasonlítgatni. Ő egy hölgy, és neki komoly vetélytársai voltak. Nem úgy, mint neked. Nem hiszem el, hogy egy csavargó túlszárnyalta a fiamat. Mi több, uram, összebarátkozott a kívülállóval. Láttam, hogy a vakacs elkíséri Sebastiánt az ajtóig. Megerősítem. Az a csavargó mondta, hogy a közeli sikátornál találkoztak. Ürítsd ki a zsebeidet. Gyerünk! Mi ez? Már megint szemetet hoztál be a házba? A kezedet! A kezedet! Gyerünk! Köszönöm, Rout. Jó éjszakát! És remélem nem hozott tetveket a házba. Tetvet? Miért csak tetvet? Talán elhozom a kolerát a házba, vagy a tifuszt, a lösséget, a pestist! Megfertőzök mindenkit, és mindenki meghal! Érted egyáltalán, mennyit kell fejlődned?
Nem bak, hanem babam.